Sziasztok! Ez itt újra a játékok a polcról. A mai adásban Vintage Collection Star Wars figurákkal fogok foglalkozni. Amilyet mostanában relatíve gyakran volt, de hát mit csináljak, igazából majdnem minden héten jelennek meg újabb és újabb Vintage Collection figurák. És hogyha összegyűlik 5, akkor csinálok róla a videót, tehát nagyjából ennyi a lényeg. Most már eljött a Figura Festnek a hete, úgyhogy vasárnap, november 24-én utolsó hívás, tényleg, aki csak tudja, az jöjjön el a Figura Festre, a Lurdi házba, 10 órától 9-es terembe, felnőtt belépő 1500 forint, a gyerek, ami 6-tól 14 évesig értendő, 500 forint a belépő. Ilyen és ehhez hasonló figurákat lehet majd kapni, illetve hát mindenféle játékot, tehát nem csak Star Wars figurákat. Visszatérve a Vintage Collection-re, ma 5, mondjuk, hogy relatíve újabb figura került terítékre, mindegyik bontatlan lesz, és mindegyik hát 2022, 23, 24-es megjelenés, tehát olyanok, amik még nem koptak ki a piacról, hanem amiket még, ha már hivatalos formából nem is feltétlenül, de a másodlagos piacról nagyon könnyen be lehet szerezni, úgyhogy semmi olyan égtelen ritkaság nem fogom szerepelni, de azért viszonylag vannak jobb figurák is a mai line-upban. Hát talán a legkevésbé jó az a 2022-es Lando, amit hát nyugodtan nevezhetünk Strici Lando-nak is, tehát én általában ezen néven szoktam ezt a figurát illetni. Ugye ez a fiatal szólóban látható Lando-nak egy olyan másmilyen kinézete, ami elméletileg a Battlefront 2 számítógépes játékban volt látható. Hát ott gondolom, hogy a karakternek mindenféle külső megjelenése volt, mindenféle skinek, nem tudom, hogy pénzért megvehető, vagy ingyenesen játszható skinek, de volt Lando-nak egy ilyen kinézete, és ebből úgy gondolta a Hasbro, hogy jó ötlet egy figurát kiadni 22-ben. Hát nem tudom, hogy mennyire volt jó ötlet, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nem ez szokott lenni a legesleg népszerűbb Vintage Collection figura a világegyetemben, de egyébként egészen érdekesen néz ki. Mindenképpen olyan darab, hogy a hagyományostól nagyon, nagyon eltér. Tehát, hogyha így ránézünk, akkor egy olyan Lando-t látunk, hogy fölismerjük, hogy Lando, de nem az az első gondolatunk, hogy fú, hát ez egy hagyományos és úgymond konzervatív Lando, hanem valami olyan érdekes, amit eddig még nem láttuk. A figura maga az 16 ponton mozgatható, és hát úgynevezett fan channel exkluzívként dobták a piacra. Igazából ez nem jelentett semmi extrát, én úgy tudom, hogy nálunk azért, meg itt Európában azért viszonylag könnyen be lehetett szerezni, szóval volt a boltokban is belőle, gondolom ez az exkluzivitás csak Amerikára vonatkozott. A figura a szólóban látható fiatal Landon alapul, és tehát a figuráját is egy korábban már kiadott figurára alapozták, mégpedig a sima TVC szólós fiatal Landonnak ez a figura az átfestése. Teljes átfestése. Tehát amint látjátok, a fejtől kezdve az ingvintán át, a gatyáig gyakorlatilag az egész figura tetőtől talpig megújult. Azt nem lehet mondani, hogy olyan rettenetesen ízléses, mert azért egy ilyen okádék mintás ing azért az nem semmi, de valamilyen szinten illik a karakterhez. Van hozzá egy ilyen sál, amint látjátok, azt le lehet róla venni, ha valaki nagyon akarja, illetve hát egy ilyen kis palást szerűség, ami hát ennél a figuránál ugye szövet palást. Azt hiszem, hogy az eredeti fiatal szólósnál ott talán műanyag volt egyébként a köpeny, tehát ilyen jellegű változtatásokat is eszközöltek. Ezen kívül van még egy stukia, mégpedig egy viszonylag nagy, ilyen ezüst színű stuker, amit egyébként az oldalán található pisztolytáskába is be lehet rakni. Elméletileg egészen jól illeszkedik bele, úgyhogy nincsen bele gond. Itt van egy olyan kép, amin látszik, hogy van a pisztolytáskába a combján a cuccos. Egy picit azért túlméretezett maga ez a fegyver, de láttunk már ennél rosszabbat is, maradjunk annyiba. Jól áll a lábán.
szép a festése, Isten igazából nagyon szép a festése, tehát hogyha most elvonatkoztatunk tényleg attól, hogy egyfajta ilyen poénnak is felfogható ez a figura, és nem veszed komolyan, közelebbről megnézed, akkor még az Ingnek ez a mintája, ami ugye itt ezen a Battlefrontos képen látszik a hátlapon, még az Ingnek a mintája is tökéletesen meg van rajta festve, és a fej kialakítása is jó, úgyhogy Isten igazából ez egy jó figura. Nem tudom, hogy kinek fér bele az ízlésébe, meg kinek nem, de az biztos, hogy a normálistól eltérő, tehát hogyha valami ilyen kicsit extra kell, vagy kicsit ilyen bohókásabb Star Wars figurára van szükséged, akkor egyébként ez egy jó választás. Milyen áron mozog? Hát az ára az nem veri ki a biztosítékot, ez nem az a Vintage Collection figura, aminek úgy nagyon fölment volna az ára. Azt hiszem, hogy olyan 7-8 ezer forint környékén hozzá lehet jutni bontatlanul, de még talán még annál olcsóbban is egyébként akcióban, vagy ilyesmi. Láttam olyan webshopot, ahonnan még nem fogyott ki egyébként. Tehát ez is mutatja azt, hogy azért annyira nem népszerű, vagy annyira nem veri ki a biztosítékot a kereslet. Van még a következő figurából is a boltokba, ami már viszont egy érdekesebb dolog, mert ezt nem biztos, hogy gondoltam volna. Ez a Morákos Boba Fett, szintén 2022-ből, ami ugye a Mandalorian sorozat második évadának a végén volt látható, ugye Boba Fett ebben a formában. Ez ugye gyakorlatilag az újrafényezett, újrafestett páncélja, és ugye a kvázi az öreg Boba Fettről van szó. Ebből a kinézetből nagyon hülyék lettek volna, ha nem csinálnak figurát, maradjunk annyiba, mert ez a kinézet, ez jó. Más egy picit, mint a hagyományos, ugye megszoktuk a kopottas, világosabb színű Boba Fetteket, de ez jól nézett ki a sorozatban, és jól néz ki figuraként is. Az utóbbi időben azért volt némi Boba Fett mérgezés így a figura fronton is, kiadták ugye Boba Fettet buckalakó outfitbe, kiadták Boba Fettet ilyen droidszos, ugye ilyen régi, ilyen rajzolt stílusban, meg mit tudom én, Black Series 6-osba kiadták karácsonyi pulóverbe, meg mindent, amit el lehet képzelni, Burt, azt Boba Fettről, meg az egyéb mandalóriakról nyilvánvalóan lehúztak, hiszen hát ez a dolguk gyakorlatilag, tehát egy népszerűségi hullámot azt meg kell lovagolni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezen hullámnak az egyik legjobb pontja, az egyik legjobb Boba Fettje, az mindenképpen szerintem ez a figura. Target exkluzívként jelent meg 2022-ben, 17 ponton mozgatható, és igazából minden feature-re rendelkezik, amivel egy Boba Fett figurának rendelkeznie kell. Van ugye sisakja, van ugye a hagyományosnak tekinthető rifle-je, van egy külön blastere is, ugye ez a kicsike itt fönt, illetve természetesen van egy jetpackja is, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a szerszámozottsága is teljesen megfelelő a figurán. Ami az érdekes, hogy ez is egy ilyen kombinált figura, tehát van rajta például a szoknya rész az műanyag, valamilyen szinten rugalmas műanyag, de mellette azért használtak vásznat is. Tehát így egyszerre van műanyag szoknyája, meg ilyen vászon lelógókája, és ez meglepően jó külsőt kölcsönöz egyébként neki, tehát ez a kombináció ez valamilyen szinten működik, de működik a figurának minden mozzanata. Tehát igazából nem tudok rosszat mondani róla, meg nem is akarok. Jó a fej, tökéletes a fej, bár majd még a klónoknál ki fogom fejteni ezekről a fotoríles fejekről a véleményemet, bár már lehet, hogy mondtam is korábban, de szép a páncéljának a kidolgozása, szépek a színek, nagyon élénkek a színek, jól néz ki a sisakja, a fegyvere is kellőképpen kidolgozott. Isten igazából ez egy olyan jó Boba Fett figura, hogy ennél nem is kell jobb, azt kell, hogy mondjam. Tehát így eredetileg, amikor én ezt megvettem, én úgy voltam bele, hogy jó, ezt persze majd tovább passzolom a festen, vagy valami ilyesmi, és most úgy vagyok vele, hogy nem, megtartom, mert baromi jó, igaz, hogy van Boba Fettből, mert nem tudom én hány darabom, de ilyenem még nincs. Nem gondoltam, hogy szükségem van rá, de most úgy érzem, hogy ezt nem fogom tovább passzolni.
Jól illeszkedik a sisak is a fejére, a jetpack is szokásos, ugye ez a plágos, bedugós változat, az is ott marad a helyén. Igazából a kis blasterét nem fogja jól, de mivel van pisztolytáskája, amiben jól beleillik itt a combjánál, ezért abba beledugott, kész, nem kell vele foglalkozni. A rifle-t azt jól megfogja, tehát az a lényeg igazából. Úgyhogy ez egy csodaszép figura, ami jól áll a lábán, és még ráadásul ugye Amerikában Target exkluzív is volt. Nem tudom, hogy nálunk mennyire volt elterjedt, én úgy tudom, hogy ilyen webshopokban azért lehetett relatíve olcsón rendelni, most nem tudom, hogy mennyi van még belőlük, pár hónappal ezelőtt még biztos, hogy simán lehetett rendelni a hazai webshopokból, és azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes. Igazából ugye ilyen 8 rugó környéki áron volt, 8000-9000 forint ez a figura, azt megéri, csatra, azt kell, hogy mondjam. Tehát ennél sokkal trébb figurákért is elkérnek annyit, úgyhogy még Isten igazából a hátlapkép is szép. Tehát ez az egész termék úgy, ahogy van, csomagolással, mindennel. Ugye ez már nem annyira vékony, ez a Vintage Collection karton, tehát azon is javítottak, kicsit a blister is masszívabb érzetű, úgyhogy ez tényleg, ez patent, ez rendben van ez a cucc. Úgyhogy én ezt nem, még se adom el, hanem inkább meg fogom tartani. Következő figura az szintén a Mandalorianhez köthető, bár elsősorban nem onnan ismerős nekünk, valljuk be az őszintét, Móni. Ha R5D4-ről vagy R5D4-ról van szó, ugye eredetileg ő a New Hope-ban volt látható, ugye, ami ma már epizód 4, az öregebbeknek ugye a régi trilógia első részébe. Ő volt ugye az a droid, akit ugye eredetileg Luke meg akart venni, és akinek ugye rossz volt a motivátora. Na most Filóniék jó ötletnek tartották, hogy így behozták a Mandalorianbe. Én egyébként annyira nem tartottam jó ötletnek, lehetett volna egy akármilyen másik droid is, mert most ez egy kicsit olyan érzetet kelt bennem legalábbis, vagy keltett. Nem mondom, hogy nem örültem a droidnak, hogy hú, ez, igen, ez az R5-ös. Nem mondom, hogy nem örültem neki, de olyan érzetet kelt ez már néha, hogy túl sok a véletlen egybeesés, ugye, hogy évekkel később ugye visszamész ugyanarra a bolygóra, visszamegy egy tök más hős ugyanarra a bolygóra, és akkor jön a kazalhajú néni, és hoppá, pont ugyanaz a droidja van, mint akit ugye Luke ki akart választani. Nyilvánvalóan még, hogyha ugye ez ugyanúgy Mos Eisley-ról van is szó, nem tudom én mekkora nagyváros Mos Eisley, hány ezer droiddal, tehát azért erre nem lenne normál esetben túl nagy az esély, hogy ugyanaz a droid, de nyilvánvalóan ugye ez, most ilyen cameókat persze nem kell megmagyarázni, azért rakták oda, hogy felismert, hogy ú, igen, őre emlékszem a New Hope-ból. Na de, ugye szeretjük az R5-ösöket, ez tény. Én legalábbis kedvelem ezt a típust. Ezen belül az R5-D4 figurákat is szeretem, van is belőle nekem kettőféle is. És eredetileg bevallom ezt is, ezt a példányt is magamnak vettem. Tehát így konkrétan úgy voltam vele, hogy hú, egy jó kis R5-ös droid, jól fog kinézni a gyűjteménybe. Aztán úgy Isten igazából rájöttem arra, hogy összehasonlítgattam a Saga Collection-ös bontatlanommal, ami ugye egy 2006-os példány, hogy Isten igazából jó lesz az, nem kell még egy belőle, mert ez nem tud többet, mint az, nem szebb, mint az, hanem még kevésbé szebb, és nem kell teljesen tök ugyanabból a droidból, ilyen szempontból kettő. Még akkor se, hogyha ez elvileg papíron egy picit modernebb, de csak papíron. Ugye ezt 2023-ban adta ki a Hasbro, egy 6 pontos mozgathatóságú R5-ös droidról van szó, viszont ez réges-régen nem egy 2023-as droidtest. Akik ugye jól ismerik a Hasbro-nak a különböző Astro droidjait, azok rögtön megismerik, amint meglátják ezt a fajta testet, hogy ez egy Legacy-s Bad Sculpt, ugye egy Build-a-Droid Sculpt, ami hát azt hiszem, hogy talán 2009-ben, 8-ban vagy 9-ben debütált, és azóta R5-ösnél gyakorlatilag ugyanazt a testet használja a Hasbro, tehát ezt a 6 pontos mozgathatóságú darabot, ugye, aminél a középső láb kivehető.
Forogadó, két ponton mozognak az egyes droid lábak. Nincs ezzel az alappal semmi probléma a világon, de ugyan ezt a droidot, ugyanilyen funkcionalitással, ugyanilyen kinézettel, ezt már egy picit túl sokszor elsütötték. Oké, hogy ez egy hangyányit jobban ismert droid, mint egy akármilyen névtelen droid, mondjuk a Clone Wars-ból, vagy a bármelyik olyan droid, hogy hú, a Jedi visszatérbe a háttérbe látszódott két másodpercre, azoknál persze sokkal-sokkal ismertem. És én azt is értem, hogy itt a Mandaloriannél el kellett sütni, mert hogy abban is látszódott, akkor miért ne, de az a helyzet, hogy csak a Vintage Collection-ön belül ezt a droidot már korábban kétszer kiadták. És nem arról van szó, hogy átfestettük, vagy átdolgoztuk, vagy más, vagy, hanem csatra ugyanezt a droidot sütötték el kétszer Vintage Collection belül. Oké, egyszer még a régi Vintage Collection sorozatban 2010-ben talán, és aztán utána volt még egy Vintage Collection 3-as pakban is ugyanez a droid, aztán gyakorlatilag ezt most újra kiadták. De mondom úgy, hogy a droid test az eredetileg Legacy-s, és külső megjelenésébe nem nagyon tér el a Saga Collection-östől se, ami talán szembetűnő, hogy a Saga Collection-ösön több a dzsuvázott festés. Ezen csak egy nagyon-nagyon szőrszálnyi, finom, nem is tudom, hogy mennyire látszik egy kamerában, mert most ugye lámpafény van, sötétben vagyunk már, hogy nem hófehér ez a droid, hanem ugye nagyon picit ilyen tojás héj színnel picit meg van nyalogatva, de ez csak nagyon-nagyon haloványan, a Saga Collection-ös meg ott jóval hangsúlyosabb, és emiatt az a droid az viseltesebbnek tűnik, és olyan tatuinosabbnak tűnik. Tehát az, hogy retkes. Nem durván retkes, hanem csak olyan használatból eredő kosz van rajta, és amiatt nekem az a droid jobban tetszik, úgyhogy végül is azt tartom meg. Más különbség nincs, tehát ezen sincsenek nyitható panelek, meg semmilyen kunst, Isten igazából. Egy jó kis droid, de egy alap droid, amit láttunk már sokszor, és megvehettünk már nagyon sokszor az évek során, mondjuk így. De mondom, nem rossz a cucc alapvetően. Ja, és ennek a droidnak nincs ott a rossz motivátora. Ugye korábbi változatoknál azt hiszem, hogy a Saga Collection-ösnél ugye ott van a rossz motivátor alkatrész, de mivel ez a Mandalorianben szerepelt, ezért ennél nincs ott, és az antennája se kivehető. Na most ez egy 23-as darab, azt hiszem, hogy 23 végén jelent meg, még mindig rendelhető 1 millió webshopból, nagyjából olyan 8500, maximum 9000 forint környékén. Ha nincs ilyen erőtösöd, nincs meg a Legacy is, nincs meg a Saga Collection-ös, vagy az akármelyik korábbi Vintage Collection-ös, akkor vegyél egyet, de ha valamelyik azok közül megvan, akkor azért ezt nem érdemes lecserélni, maradjunk annyiba. Még egy 2022-es figuránk van, most átugrottam a 22-ről a 23-ra az előbb, de a Jesse jött volna, mindegy. Következő figuránk az egy jól sikerült klón 2022-ből. Ugye ez volt az időszak a Hasbro-nál, amikor hát itt a Vintage Collection-ben elkezdtek nyakrafaszra ARC Troopereket, meg mindenféle klónokat kiadogatni fotorilles facepainttel, amivel egyébként semmi probléma nincsen, hiszen egyébként tök jó klónokat adtak ki. Tehát az umbarás klón az például ott van a vitrinemben, mert parom jól néz ki a festése, de és ugyanebből a fajtájú klónból hát orvérzésig elkezdték kiadogatni a különböző változatokat. Ezt a Jesse éppen 22-ben, de ez ekkor már nem volt új, ugyanis volt egy Hasbro PulseCon exkluzív 3-as pak, 3 ilyen ARC Troopers 3-as pak, amiben a Jesse, a Fives és talán a Havok volt a harmadik, aki megjelent, és emlékszem, amikor az a 3-as pak kijött, akkor fú, mindenki csorgatta rá a nyálát, meg baromi drága volt, mert hogy ugye exkluzív is volt, és nem volt sok belőle a piacon, és akkor akik így betárasztak belőle, azok gondolhatták is, hogy fú, hát ez lesz az a pak, ami majd ilyen százezreket fog érni.
Aztán jött a Hasbro, és jó belefingott a fülébe mindenkinek, mert hogy utána elkezdték kiadogatni ugyanazokat a figurákat single cardosként is, természetesen. Ezért mondom én mindig, hogy sokkal jobban jár az ember, hogyha valami legacy is, meg 30. évfordulós, vagy ilyesmi comókat gyűjt, nem a legújabbakat, mert legacy-ból már nem adnak ki újat. Meg 30. évfordulós már nem lesz még egyszer. Tehát vintage collectionben megújrázhatják ugyanúgy a figurákat. Na mindegy, ez csak egy kis hozzászólás. Maga ez a Jesse egyébként egy nagyon jól sikerült figura, már ami az összetettségét illeti, ugyanis hát ez tele van, mint a déli busz, hogy így fogalmazzak, van hozzá mindenféle fegyver, mindenféle páncél, sisak, amit akarsz. Tehát tényleg ez. Itt nem spóroltak semmin, ahogy ugye mondták a Jurassic Parkban. Van egy poldronja, ami a hátizsákjával egybe van gyakorlatilag építve. Ennek a poldronnak az enyhe érdekessége, mondjuk így, hogy kivételesen ezt úgy valósították meg, hogy nem kell leszedni a fejet ahhoz, hogy leszedd a poldront, ami hát üdítő azoknak, akik ugye sok klónnal foglalkoznak, mint én, mert általában ugye le kell poppantani a poldront. A régieknél volt egy-kettő, de aminél nem, amin az ilyen Clone Wars-os érában, de azért ez egy ilyen általános dolog volt, hogy oké, a poldront le akarod venni, akkor a fejnek le kell jönnie. Itt ezt megoldották anélkül. A hátizsákot egybeépítették a hátával, ami viszont kicsit ilyen pacuha megoldás, mondjuk úgy, de hát végül is nehéz lett volna úgy megcsinálni, hogy plugolhasd is, meg azért ott legyen a poldron is, annyira végül is nem fontos. Szenzációs a sisakja, jól is illeszkedik meg minden, amit akarsz, jól fölölteszteti a figurát. Van ugye egy ilyen övünk és pisztolytáskánk, ezt az öv szoknya pisztolytáska kombinációt, ezt nem lehet róla lehámozni, nem is érdemes, nem is ajánlom. A kis pisztolyokat azokat be lehet rakni természetesen a pisztolytáskába, mert hogy jár hozzá még két kis pisztoly, egy normál méretű blaster, illetve természetesen egy rifle is. Na most hogy tudjuk mindezt a cuccot rápakolni a figurára, mert azért ennyi cumónál már azért érdekes. Ugye a sisakot rárakod a fejére, az oké. Két kis blastert belerakod a pisztolytáskába, az is oké. A rifle-t adod a kezébe, és megcsinálták úgy, hogy ezt a normál méretű blastert, ezt rá lehet pattintani a hátizsákjára, tehát igen, a figura alkalmas arra, hogy minden cumót rápakoljunk, és igazából ez jó megoldás. Én ezeket szeretem, tehát nem szeretem, amikor úgy van 100 cucc a figurához, hogy csak mellé tudod rakni, akkor valahogy vagy kevesebb cucc tegyen, vagy oldják meg, hogy rá lehessen pakolgatni értelmesen. Jó a sisak, jól áll a lábán, szép a festése, Isten igazából minden nagyon jó ennél a figuránál, egyetlen egy valamivel nem vagyok kibékülve, én, de ez tényleg az én magán dolgom, azok ugye ezek a fotoreales face paintek. Szó se róla, jól néz ki, ha közelről megnézed. Van rajta ugye egy nagy tetoválás, ugye a köztársasági logóval, tényleg úgy néz ki, mint Jesse, tehát ugye Temeamura Morrisonnak az arconásait tök jól levették, és nagyon tetszenie kéne, meg tényleg hű, meg há, de én mégsem szeretem ezeket a klónfejeket. Szerintem én vagyok az egyetlen klónos az univerzumban, akit taszítanak ezek a fejek. Mégpedig azért, mert túl steril, túl hiteles, túl viaszbábuszerű nekem az egész. Olyanok az arcok, mint hogyha belépőjegyet váltottál volna a Madame Tussaud-nak a panoptikumában. Nem olyan nekem, mint egy akciófigura, hanem olyan, mint egy viaszfigura, vagy valami ilyen nagyon hiteles szobor, vagy ilyesmi. Tudom, a régi figuráknak, a régi klónfiguráknak vagy gagyi feje volt, amelyiknél levehető sisak volt, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan hasonlított a főszereplőre, mondjuk ami animated stylos, Clone Wars-os volt, annál az animated klón stílusra arra teljesen jól hasonlított, de tehát tudom, hogy ez a hiteles, meg ez a szép, meg munka van benne, meg 2024-et írunk, meg ezt én mind aláírom, nem tudom, de engem akkor is taszít egy kicsit. Nekem viaszbábus. Úgyhogy ezeket az új klónokat én csak úgy szeretem, hogy ha bontva vannak nyilván, hogy rajta van a sisak a fejükön, de ugye hát ezeket én nem szoktam bontani, de
el vagyok velük, tehát nem mondom, hogy rossz, meg semmi ilyesmit, de na, tehát maradjunk annyiból, hogy nem szeretem ezeknek annyira az arcát. Érdekes, hogy egyébként mások nem így látják a dolgot. 2020-ban például a ma már Galactic Figures-nek nevezett oldalon az év figurája választáson, vagy valami ilyesmi, benne volt ez a figura a top 5-ben 2020-ban, tehát a többi gyűjtő az nagyon odáig van meg vissza tőle. Nekem egy icipicit le van az értékéből a feje, de a többi ilyen klónnál is, például a következőnél, aki hát 2024-es, egy relatíve friss darab, a Bad Batch-es brakkás Rex. Ennél Pepitába ugyanazt tudom elmondani, mint az előző figuránál az arcát, illetően talán azt, hogy ennél még egy fokkal még jobban taszít, mert ugye 1 millió darab Rex figura ment már át a kezeim között, Clone Wars-os, meg Black Series-es, meg mindenféle, és megszoktam egy Rex figura kinézetet, maradjunk annyiba, és ez azokhoz képest túl hiteles, túl viasz figurás, túl bamba, túl művi, így tudnám összefoglalni, úgyhogy éppen ezért nekem egy kicsit taszító. De ez csak a fejére vonatkozik, mert hogy amúgy ez is egy remek darab, 15 ponton mozgatható, van hozzá ugye két kis blaster, egy sisak meg egy poldron, a két kis blastert azt ugyanúgy a szoknyáján található pisztolytáskákba lehet helyezni, és jól illeszkedik, de hát ez a minimum, és ugye a sisak az jól illeszkedne, ha ez egy valódi sisak lenne, de nem az. Más rexekhez hasonlóan ugyanis ennél a figuránál is azt csinálták, hogy gyakorlatilag a sisak az egy külön fej. Tehát nem tudom, hogy ha Jesse-nél ezt megcsinálták, akkor a Rex-nél még nem lehetett amúgy megcsinálni, mert körülbelül szerintem ugyanakkor a fejük, de minden esetre nem csinálták meg, úgyhogy itt le kell szedni a fejet ahhoz, hogy gyakorlatilag fölrakd a sisakos fejet, és akkor ez így már frankó. Nem tudom, hogy ez így miért jó. A kezébe egyébként bele lehet rakni a sisakot, hogyha valakinek kell. Ugye itt a hátulján is ugye ilyen pozícióban látható a figura. Nem mondom, hogy szeretem ezt a megoldást, de azt sem mondom, hogy utálom. Ezen kívül még ugye van szintén egy poldronja. Ez a szokásos módon lett kivitelezve. Azt hiszem, hogy... Ja nem, ennél erről is le lehet szedni. Azt hiszem, őróla is le lehet szedni a poldront úgy, hogy nem kell talán lepoppantani a fejet, de erre most nem vennék mérget. Ezt most a lyuk méretére alapozom, hogy szerintem ez azért le kell, hogy jöjjön róla. Összességét tekintve, amúgy ez egy jó Rex. Jól áll a lábán, még egyébként a sisakon a rangefindert is lehet mozgatni. Már apró feature, mondjuk nekem ez nem szokott hiányozni. Jó kis Rex, jó összhatású, és alapvetően ugye a Bad Batch-hez ez köthető ez a Rex megjelenés, úgyhogy nem is baj, hogy egy icipicit más, mint az ilyen Clone Wars-os, meg egyéb Rexek, viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy ha már Bad Batch-es Rex, akkor az a Rex, amit a Bad Batch-es 4-es pakba kiadtak, ugyanúgy Vintage Collection-be, az ilyen rongyokba burkolt Rex, az szerintem sokkal-sokkal jobban néz ki. Ez egy hagyományosabb, Phase 2 páncélos, nem idős Rex, nem fiatal, hanem valahol a kettő közötti. Ez is nagyon jó, de ezt például nem fogom megtartani, mert nem. Mert van Clone Wars-os Rexem, Phase 2-es Rexem, Black Series 375-ös Rexem, és mindegyik egy picit közelebb áll a szívemhez, mint ez. Tehát így nem azt mondom, hogy technikailag jobban tetszenek, mert technikailag ez mindenképpen egy jó figura. Főleg, hogy még ugye a szoknyája is ugye vászonból van megcsinálva, tehát tök igényes, meg nagyon szép, meg mit tudom én, de azok jobban tetszenek a régi Rexek. Maradjunk annyiba, és ez is a fej számlájára írható. Még azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként ami viszont nagyon jó, az a sisakos fej részen a festés. Tehát gyönyörű, szép és aprólékos festések vannak, már mennyire látszik.
Hát itt az élességgel most szarba vagyunk, mert ugye lámpafény van, és nem tudja szegényke kamerám, hogy zoomoljon, mindegy. Szóval nagyon aprólékos festés van a sisakon, és az úgy összességében nagyon frankon néz ki. Minden esetre, ha valaki szeretné tőlem megvenni ezt a Rexet, akkor a Figura Festen megteheti. Ami ugye most vasárnap lesz, úgyhogy gyertek el a Lurdiba 10 órától a 9-es terembe. Jó lesz, remélhetőleg lesz nálam egy köbméternyi cuccos, de arról már csináltam egy külön videót nektek tegnap. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor lájkoljátok a videót, meg osszátok meg, meg kommentben mondjátok el a véleményeteket, tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu-n, illetve a Facebook oldalon is. Jövő héten ugyanebben az időpontban itt leszek, de még halvány lila dunsztom nincs, hogy mi lesz, mert fest után ez mindig baj szokott lenni. Ugye én olyankor mindig rovancsolok, tehát így elkezdek nekiállni, hogy amíg még emlékszem, ugye, hogy mit adtam el, mit nem, mit mennyiért, mit hogy, tehát így ezt a nyilvántartást, ezt gyakorlatilag egy hét mire megcsinálom, vagy minimum 2-3 nap, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán videó jövő hét szerdán, de ha valami jó cucc a kezembe akad a festen, akkor biztosak lehettek benne, hogy jövő hét szerdán azt levideózom. No, köszi szépen, hogy itt voltatok, szép szerdát, szevasztok!